Tudod, hogy mi egy cage? Gondolkoztál már azon, hogy riggeld a kamerádat? Oké, nem erre a ketrecre, cage-re gondolok. Ma meg fogom mutatni a leggyorsabban, legkönnyebben és érdekes módon a legolcsóbb rig rendszert. Szóval, hogyha komplikált és drága a setupok tartottak vissza attól, hogy rárakjál egy ketrecet, cage-et a kamerádra, akkor nem kell aggódnod tovább. Ma meg fogom mutatni azt a run and gun típusú cage-et, amit folyamatosan rajta hagyok a kamerámon, és még nagyon jó sok kiegészítő is van hozzá. A videó végén el fogom mondani azt az egy funkcióját, amit sehol máshol nem láttam, és egyből eladta magát nekem ez az egész rendszer. Át fogjuk beszélni, hogy milyen funkciói vannak, hogy milyen a felépítése, konkrét életbeni felhasználásokat is, de előtte jöjjön az intro. Én mindig is az a srác voltam, aki a riggelés és a cage-ek ellen volt. Ezt azért mondom, mert egy szóló kreátorként mindig azt keresem, hogy a legkönnyebb, legegyszerűbben használhatóak legyenek az eszközeim, és nem kellene komplikációk. De mi van akkor, hogyha van egy olyan rigrendszer, egy olyan cage, amit annyira könnyű használni, hogy konkrétan minden mást is egyszerűbbé tesz? Olyanokról gondolok, hogy a kézi felvétel stabilabb lesz, hogy tudok rárakni különböző kiegészítőket a kameráimra, csak egyszerűen. És pontosan itt jön a képbe az Ulanzinak a Falcam F22 Quick Release rigje. Mielőtt belevágunk az egészbe, kérlek, hozd meg a véleményed kommentbe, te használsz cage-et, vagy valamilyen rig rendszert, vagy gondolkozol-e a vásárlásán? Kezdjük el beszélgetni. Mindjárt megmutatom, hogy milyen gyors összerakni, konkrétan pillanatok alatt lehet amúgy, de előtte gyorsan nézzük át a funkciókat, és hogy mi van a dobozban. Amúgy rengeteg kameramárkával kompatibilis, Sony, Canon, Nikon megvannak a saját márkáknak a kameráira való dizájnok, tehát nem ugyanaz a kécs, hanem mindegyikre egy picit finomítva van, és egy teljes ekoszisztém van hozzá NATO csatlakozókkal, kolcsúmántokkal, kamera rögzítőkkel, és a te saját eszközeidet is könnyen tudod integrálni, ugyanis tele van kb. Több tucat egynegyedes csatlakozóval, tehát egyből minden eszközöd vele kompatibilissá válik. Nyilván a dobozban megvan maga a cage, az oldal side handle-ök, amin van egy nagyon jó favoritás, a top handle, és mindegyiken rajta vannak még egy egynegyedes csatlakozók és kolcsúmántok is, így nagyon könnyen tudod rácsatlakoztatni a külső monitorodat, mikrofonodat, vagy igazából bármit, amit gondolsz. És ami nagyon király benne, hogy ezt egy ilyen quick release mechanizmussal lehet csinálni, tehát egy kattintással nem kell csavargatni. És pontosan ez az egy klikkes, beszerelő design az, ami eladta nekem az F22 cage rendszert. A quick release systemnek köszönhetően, hogy rárakd a side handle-öket, a top handle-öket és a különböző kiegészítőidet, pillanatok alatt meg tudod csinálni. Nincsen szükség arra, hogy sokáig még becsavarjad, meg illeszed, egyszerűen egyből csak rápattintod, és kész. Igen, kell. Yes, please. És ha ez még nem lenne elég, akkor az alján egy Arca switches quick release plate van, ami által mindennel is kompatibilis lesz ez a cage rendszer, tehát hogyha állványra, gimbalra akarod lakni, és amúgy meg magában is megáll a rendszer. Szóval végre nem kell folyamatosan kibevenni a cage-ből, hogyha máshol szeretnénk használni. Egyszerűen imádom, hogyha neked is tetszik ez, amit elmondom, akkor mondjuk fejezd ki azzal, hogy benyomod a like gombot. Oké, mielőtt elmondom a végső véleményemet, nézzük meg, hogy milyen gyorsan is lehet ezt összeszerelni, és csak hogy összehasonlításképpen egy small rig-es rendszerhez képest fogjuk összevetni. Jöjjön! És nem kell minden alkalommal kicserélned, felszerelned a quick release plate-et az Ulanzin. Mennyire király és mennyire gyors. Végre egy cage, amit folyamatosan használok, amit eddig nem tettem, és az ára amúgy $500 alatt van az összes kiegészítővel együtt. Szóval a kérdés az, hogy te használnád-e? Úgy gondolom, hogy ha egy nagyon gyors, könnyen kezelhető, jó áru rendszert szeretnél, akkor vedd meg, ne is gondolkozz az Ulanzi F22 rig rendszert. De hogyha egy ennél
mondjuk úgy, hogy haladóbb rendszert szeretnél, és mondjuk szükséged lenne rail rendszerekre, mondjuk az objektív szupportálására, V-mount aksikat akarnál rárakni, vagy még komplikáltabb dolgokat, mondjuk egy rack funkciót szeretnél rá, és pont a rack funkció az egyedüli, ami hiányzik nekem, akkor nézzél meg más opciókat is, de szerencsére csináltam más opciókról is videót, hogyha ide kattintasz, akkor megnézheted a small rig és a fotgás videókat is. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold be, és ha még nem tetted volna, iratkozz fel a csengővel együtt is, rengeteg király tartalmam jön, ilyen review-k is, meg konkrétan creamy b-rollokat megmutatom, hogy hogy forgattam, hogy vágtam meg, ha ezek érdekelnek, tudod, hogy mi a dolgod, remélem, hogy a következőben találkozunk, mondjuk valamelyik videóban itt. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!